Ma reggel nagyon sok hegyvidéki lakó jóval korábbra állította az ébresztőt, mint általában szokta. A nap felkeltével ugyanis a Kis János Altábornagy utca alsó szakaszát, illetve a környező utcákat ellepték a rendőrök és a katonák, pontosabban tűzszerészek, hogy előkészítsenek egy veszélyes műveletet. Október 2-án hétfőn földmunkák során találtak egy robbanó testet, amelynek szükségessé vált a hatástalanítása, elszállítása. Lakosságvédelmi intézkedés keretében szükségessé vált a terület kiürítése, amely során a budapesti rendőrfőkapitányság együttműködik a készenléti rendőrséggel, a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságával, a polgárőrséggel, valamint a kerületi polgármesteri hivatallal is. A több mint 270 rendőr a társszervek tagjaival együtt járta az érintett utcákat, hogy minden hegyvidéki lakót biztonságba helyezem, mielőtt a tűzszerészek nekilátnak a nem éppen veszélytelen hatástalanító műveletnek. A hatalmas szervezési feladatból a hegyvidéki önkormányzat munkatársai is kivették a részüket. Ez elmúlt években nem volt ilyen összetett feladata a hegyvidéki önkormányzatnak. Ugye itt egy betontörő második világháborús bombát találtak hétfőn, azóta gyakorlatilag a kollégáim azon dolgoznak, hogy minél biztonságosabban megoldjuk azt a kiürítést, amit a katasztrófa védelem itt nekünk előírt. Gyakorlatilag több mint 4200 embert érint a kiürítés, ez egy nagyon sűrűn lakott terület, több mint 180 lakásról van szó. Az önkormányzat több mint 100 dolgozója vett részt ebben az akcióban, szoros együttműködésben, többek között a mentőkkel is, hiszen ők sokat segítettek a fekvő betegek elszállításában. Itt nyilvánvalóan nem csak olyan emberekről van szó, akik simán el tudják hagyni a lakásukat, és van is hova menniük, hanem itt idősekről, kismamákról, és hát a legnagyobb probléma az, hogy összesen a tudomásunk szerint 46 olyan emberről, aki a mozgásában korlátozott, ezek közül 16 fekvőbeteg. A fekvőbetegeket a lőszer hatástalanítás idejére a János Kórház fogadta be, míg a kerekesszékkel közlekedőket, illetve a mozgásukban korlátozott lakókat a polgármesteri hivatal alaksori nagy termébe vitték. Aki tudott, az a saját lábán ment oda, vagy barátokhoz, rokonokhoz. Hát egyáltalán nem könnyű, mert ugye kutyus is van, a gyerek meg pont beteg lett, úgyhogy nem egyszerű, de megoldjuk. El kell hagyni, most 8 órától megyünk ide a tanácsházba, tehát polgármester hivatal alaksorából, majd várjuk. Otthon oxigénen vagyunk a párommal is, és ez most nekünk egy kicsit kellemetlen. Hát most az önkormányzathoz próbálunk, ha meg megunjuk, páromat elviszi a hegyvidék kocsi, mert én még csak-csak fölgyalogolok. Azért, hogy senki nem unatkozzon, az alaksorban töltött néhány óra alatt a kulturális szalon programokat is szervezett az enni és inni való mellé. A nagy mesemondó Berec András is vállalta, hogy szórakoztatja az ideérkezőket, ám előtte kért egy kapucsinót. Felzaklatom magam ebben a kapucsinóval, és próbálok örömöt szerezni. Az a nagy kérdés, hogy fiktív helyzet lesz-e, tehát olyanoknak mondok mesét, akiknek ez lenne az életük legkellemetlenebb. Miért mondanak nekik most mesét? De ha ezen sikerül valahogy észrevétlenül átgázolni szeliden, akkor lehet, hogy szép élmény lesz. A lakók szép élménye tehát biztosítva volt, már csak arra volt szükség, hogy a tűzszerészeknek is minden a terv szerint menjen, hiszen a vélhetően Budapest ostromakor kilőtt szovjet 203-as kaliberű betonromboló gránát a veszélyesebb jószágok közé tartozik. Nem volt véletlen, hogy 250 méteres sugarú körben kiürítették a területet. Ez az eszköz a teljes tömege 116 kg, amiben mintegy 25 kg robbanyagot tartalmaz. Mivel ez közvetlenül egy épület mellett, az alapja mellett találták meg, a nem várt robbanás esetén ezt az épületet, ami mellett megtalálták, minden bizonnyal rombon döntené, illetve a környező épületek közöbben is komoly statikai károkat okozhatna a robbanása. A veszélyes gránátot a tapasztalt tűzszerészek rövid időn belül kiemelték a csatornárokból, és a szállító járművükben egy homokágyra tették. Az itt megtalált robbanó testet sikerült kiemelni a gödörből, ahol megtalálták. A tűzszerész kollégák megállapították róla, hogy egy élesített gyújtószerkezettel szerelt eszközről van szó, viszont szerencsére nem volt szükség arra, hogy hatástalanítsuk a helyszínen, mert ez külön kiemelt kockázatot jelentett volna, hanem volt arra lehetőség, hogy biztonságosan rögzítsék úgy a szállító járművön, hogy biztonságra lehet tudjuk szállítani. Így az eszközt rendőri kísérlettel elszállítottuk egy Budapesten kívüli honvédségi robbantási területre, ahol még a mai nap folyamán robbantással meg is semmisítik. A gránát elszállítását követően már a déli órákban feloldhatták a terület lezárását, és a lakók visszamehettek otthonaikba.